Most néhány szót ejtsünk azért arról is, hogy ugye NÉBIK, mint hatóság, a keltetéssel kapcsolatban milyen tevékenységeket végez, vagy mit ellenőriz, ugyanis maga a keltetés az egy engedélyköteles tevékenység. Természetesen a kis mennyiségben történő keltetés nem az, tehát ezt lehet végezni otthon is, de az 1000 tyúk tojásnál nagyobb keltető gépek üzemeltetését már be kell jelenteni. És ezzel kapcsolatban ugye vannak adminisztratív feladatokat is, el kell látni, ugye ezeket a általában kinevezett tenyésztés vezetőnek kell megtennie, tehát részben magát a keltetést dokumentálni kell, illetve ezeknek az engedélyköteles keltetőknek ezeket az adatokat a központi adatbázisba be kell küldeniük. Ezt szeretnénk most néhány percben bemutatni. Ugye egy úgynevezett keltetési üzenemi naplót kell kitölteni. Ennek ugye különböző rovatai vannak. A képen látható, hogy először is minden keltetésnél az egyes fajtákat elkülönítetten kell keltetni. Tehát erre szolgál a már említett tojás jelölés is, hogy meg lehessen állapítani, hogy az adott tyúk, illetve tojás melyik törzsállománytól származik, ugyanis bármilyen állategészségi járványügyi probléma esetén így a keltetési problémából visszavezethető az ok magára a törzsállományra, és a megfelelő helyen kezelhető a probléma. Tehát először is egy fajkód, illetve fajta kódot kell felvezetni erre a naplóra. A fajkód az ugye a faj, a tyúk maga, a kacsa külön faj, a lúd külön faj. Ezeknek külön kódjai vannak, jelen esetben ugye 01-es a tyúk fajkódja. A fajta kód az már ugye látszik egy magasabb érték, tehát Magyarországon jelenleg elismert fajta, tyúkfajta egy olyan 30-40 darab van. Ennél sokkal több tyúkfajta létezik a világon, de ezek az elismert fajták, tehát aminek tenyésztő szervezete van, és hivatalosan törzsállományokat hoznak létre, származási igazolásokat bocsátanak ki, és ezeknek az állományoknak ugye fajtája az ilyen módon garantált. A harmadik oszlopban lévő szám, az állományazonosító szám, ez ezt jelzi. Ezeket a számokat a NÉBIK adja ki, tehát magát a törzsállományt is regisztrálni kell a központi adatbázisba, és kap tőlünk egy kódszámot, ebből tudjuk, hogy milyen fajta, hol található a törzsállomány, mennyi tojást szállítottak tőle különböző keltetőkbe. Tehát végül is a nyomon követhetőség az nem csak az élelmiszer gyártás területén, hanem már a tenyésztés, a keltetés területén is biztosított. Ugye ezt a lapot szépen kitöltöttük, megvannak a darabszámok, tehát ezek létező legális törzsállományokból vásároltuk. Kivéve ugye az utolsó kettőt, látható ugye az első sorban van a magyar sárga, a második sorba 106-os kóddal erdélyi kopasznyakú, ez egy fekete színű állat, a harmadik sorba egy úgynevezett fogolyszínű magyar tyúk, a negyedikben egy kendermagos magyar tyúk van, az ötödik sor, ez a Wyandotte, ez egy dísztyúk, tehát ezt kimondottan csak érdekességként tettük be, és hát ugye a legutolsó sorba kérdőjellel a meglepetés tojásunk, amit hát aztán látjuk később, hogy ez sajnos a lámpázás során ugye elhalt embriót tartalmazott, tehát sajnos ennek a tojásnak a történeteit véget ér, túlélésről nem beszélhetünk. A naplón még ugye föl kell tüntetni a berakás dátumát. Erről is ugye volt már szó, hogy berakáskor miket kell elvégezni, ugye fertőtlenítés, tompa végével fölfele, stb. Ennek a dátumát föl kell tüntetni, és ugye ekkor is van egy lámpázás, egy vizsgálat, hogy termékeny vagy terméketlen esetleg a tojás. Ezek a tojások berakáskor mind termékenynek bizonyultak, tehát ott kiesés nem volt. Hát jelenleg ugye az első lámpázásnál tartunk, ezen már túlestünk, ennek az adatait föl is vettük. Lesz majd még egy következő lámpázás, nyilván ennek az eredménye még ismeretlen, ezeket is rögzíteni kell. Majd ezek után a befulladt tojásokat, és ugye ezt majd akkor fogjuk tudni megállapítani, amikor a bújtatóba megszámoljuk a nem kikelt tojásokat. Tehát mind a első, mind a második lámpázás során hibátlannak, problémamentesnek tűntek, de előfordulhat, hogy a bújtatás során mégsem kel ki a kis csibe. És hát ezek után következnek ugye a kelés adatai, meg kell adni, hogy mely napon keltek ki.
illetve kerés dátuma, az előző oszlop az ugye kikelt darab szám volt, és ebből az adatszolgáltatás miatt meg kell adni azt is, hogy ebből a kikelt mennyiségből mennyi volt az értékesített, ugye ezt így tudjuk követni, hogy végülis az élelmiszer láncba, hány csibe, honnan, mely keltetőből érkezett. Még ugye a fejlészben láthatunk két rubrikát, gyakorlatilag a keltető azonosítója. Ezt is a NÉBIH adja ki, illetve most már a kormányhivatalok járási hivatalai engedélyezik a keltetőket. Maga a keltető is kap egy kódszámot. Természetesen, mivel ez nem 1000 tojás fölött van, tehát itt ez csak egy háztáji keltető, nem engedélyköteles a dolog. És ugye az alsó fejlécbe, illetve a láblécbe, ott a keltetés vezetőnek az aláírása kell, ezzel hitelesíti, hogy ezeket az adatokat ő saját kezűleg vette föl, és ezeket az adatokat küldi be adatszolgáltatásként.